A belügyminiszter úr kiírt pályázatra, nyertünk egy pályázatot az iskolakonyha komplet felújítására. Azt tudni kell, hogy a Klebersberg üzemelteti az általános iskola működtetését, de a konyha üzemeltetése az önkormányzat tulajdonában maradt, és az ő feladata. Tehát 26.225.000 forintot nyertünk a pályázaton, ami 10%, tehát közel 3 millió forint saját erővel bővül ki, és ez fővonalakban magában foglalja az épületnek a külső hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, belső burkolatfelújításokat és gépészeti felújításokat, valamint a fűtés rendszernek a lecsatolását az iskola rendszerről, ami gáz szolgáltatásra fog áttérni az őszi idénytől. És ezeket a munkákat a leállás idejére terveztük a nagy részét, valamint segítettünk a kivitelezőnek abban, hogy ezt a munkát korábban tudja elkezdeni. Tehát abban a fázisban vagyunk, hogy az étterem résznek a burkolása már megtörtént, folynak a mellékhelyiségeknek a felújításai, illetve már az konyhai résznek a komplett burkolat cseréjén vagyunk, illetve utána fog a gépészeti munka bekapcsolódni.